mert a panelokban nem panelprolik laknak, hanem emberek, akik jobban akarnak élni. Panellakásban lakók nevében visszautasítsam, hogy a miniszterelnök vagy bárki más Magyarországon őket panelproliknak minősítse. Már csak azért is, mert magam is 4 esztendőn keresztül a szüleimmel együtt panellakásban éltem, úgyhogy kérem a miniszterelnök urat, se engem, se a szüleimet magammal együtt, sok 100 000 magyar embert ne sértegessen. De azért szemrebbenés nélkül azt mondani, hogy mi panelprolizzuk a panellakásokban élőket, és nem emlékezni arra, hogy ki mondta 2002-es választási vereség után, hogy ők okozták ezt a vereséget. Hát elnök úr, őszintén szóval sok mindent feltételeztem önről, de azért ez a fajta bátorság, ez túl van azon is. Kórházaink rossz állapotban vannak, eladósodottak. De jó ég, de ilyeneket mondott már ön, elnök úr. 98-ban azt ígérték a programjukban, hogy 2-szeresére fogják növelni az egészségügyben dolgozók bérét. Hát nem tették meg. Sőt, az is írva vagyon, hogy 8%-ra a nemzeti jövedelemből való részesedést. Ugye emlékszik rá, én elolvastam a programját. És tudja, mennyi volt a végén? Ugyanannyi, mint amikor elkezdték. Nem. Az a megoldás, hogy eladjuk a kórházakat. 1999-ben egy akkori miniszterelnök, Orbán Viktornak hívták, azt mondta a Magyar Rádióban december 29-én, hogy már pedig miután a szakellátást privatizáltuk, privatizálni kell a kórházakat is. Nyilván emlékszik rá, nem mi mondtuk, ön mondta, Mikola István 2001. márciusában elkívánta adni a Szobi mentőkórházat. Bizony, az ön mostani miniszterelnök helyettese. Itt van a kezemben a KDNP, az önnel programszövetségben létező pártnak a programja. Tudja, mit mondasz? Hogy privatizálni kell és el kell adni. És az államnak ki kell vonulni az egészségügyből. Tudja, hogy ki ennek a pártnak a képviselője és a miniszter jelöltje? Mikola úr, az ön helyettese. Ha ön úriember, tisztességes magyar ember és nem ármánykodással szeretne megküzdeni kampányban, azt kérem, még ma este, azt a kampányt, amely arra épül, hogy mi el akarunk adni, privatizálni akarunk, ezt mondják ki a forgalomból, így ön sem akarhat nyerni. Ez nem tisztességes, elnök úr. Nem fogadjuk el a mostani kormánynak azt a tervét, ahogy a pénzügyminiszter mondta, hogy gyógyszerfelírás és orvosi vizsgálat az majd fizetős legyen Magyarországon. Elnök úr, kérnék öntől valami szívességet most itt. Ezt a nagyon buta és igaztalan kampányt, hogy itt valaki gyógyszerfelírási díjat akar bevezetni, legyen olyan kedves, vonja vissza. Én úriember, ilyet senki nem mondott. Erre most kampányt építenek. Nem akarhat igaztalan módon nyerni. Nem igaz vádakkal választást nyerni, az nem igaz országhoz vezet. Önnek van befolyása, akkor én most mondom önnek, ez nem igaz. Tudja mit? Vonja vissza ezt a kampányt, mert ha nem teszi, akkor maga is az igaztalanság vágyába süllyed. Azt mondani, hogy nem emelkedtek a bérek. Elnök úr, ön 2-szeres béremelést ígért, megmondom önnek, 2002 óta egy 20 éves szakorvosnak az átlagos bére 91-ről 187 000-re növekedett. Ezt ön is megígérte neki. 98-ban, mi meg teljesítettük. Ön azt mondja, hogy nem kell hozzányúlni az egészségügyhöz, csak pénzzel meg lehet oldani. Akkor miért nem oldotta meg csak pénzzel? Nem lehet csak azt mondani az embereknek, hogy szavazatok rá, majd én megoldom, és mindenkinek adok egy kis pénzt, azok után, hogy azt mondta rövid idővel ezelőtt, hogy mindjárt össze fog dőlni a gazdaság. Elnök úr, valamikor ön nem mond igazat. Megdöbbenve hallom, amikor elnök úr helyettes azt mondja, hogy körmössel kell tanítani a kisdiákokat, majd akkor megtanulják a rendet. Nem az a baj, hogy ez megalázza a diákot, ennél rosszabb a helyzet. Az a baj, hogy éppen a lényeggel szembe megy. Hogy legyél bátor, hogy legyél kreatív. Hogy próbáljál új világot teremteni. Hogy ápold a tradíciót, de tegyél fel új kérdéseket. Ez egy rossz irány. Mindannyian tudjuk, hogy a jövő kulcsa az iskola, illetve a tanulás. A magyar oktatás úgy mindig haladó volt és nyitott. Ezekhez kellene visszatérni. Az oktatásra fordított összegeket is növelnünk kell. És elkötelezetté kell magunkat tenni, hogy a gyermekeink, a mai magyar fiatalok ne a feleslegesség érzésével jöjjenek ki az iskolából. Tehát én ugyanezt ígértem, mindenhova több pénzt, 98-ban, elnök úr. Hát miért nem tette már meg? Számolok itt már megint a gazdasági konzultáció kapcsán, azt mondja, hogy 3,2 millió emberrel tárgyalt ön az elmúlt években. Elnök úr, ha mindenkivel csak 5 percet tárgyalt volna, akkor ez éppen 90 évig tartana. Ez azt jelentheti, hogy az ön időszakában lehet, hogy a közoktatás matematika tantárgya oktatásával is baj lehetett, mert itt valami nem stimmel. Vagy nem sikerül kiszámolni ezt a dolgot, vagy maga bennünket félre akar vezetni. De hát mindegy. Az elnök úr másodszor mondja azt, hogy nekünk nem szabad Európa balekjaivá válnunk. Ez jól megtanulhatta ezt a kifejezést, de attól tartok, hogy bennünket néz baleknek. Ez Európa csúcs, amit most itt az elnök úr nekünk mutatott. Úgy beszélt gazdaságról, gazdaságfejlesztésről, hogy egy árvaszám nem sok. Annyit nem sikerült elmondania. Tudja-e, hogy az elmúlt 4 évben
négyszer annyi vállalkozó nagybából hatszor annyi pénzt kapott a kis- és középvállalkozók között. Hát ez az új Széchenyi terv, amit mi csináltunk. Az elnök úr 98 és 2002 között csökkentette a járulékokat radikálisan, bár bevezette az egységes egészségügyi hozzájárulást, ami sújtotta a legalacsonyabb jövedelmeket. Lenne egy találós kérdésem, én fogom megválaszolni. Vajon több lett-e az alkalmazottak száma, akiket bejelentettek a TB-nél 2002-re, mint 98-ban volt? Pontos szám, nyilvántartás van róla, nem tudom manipulálni. Tessék megkapaszkodni, elnök úr! Ön csökkentette a TB-t 10%-kal, és 40 ezerrel kevesebb volt a bejelentett munkahely 2002-ben, mint 98-ban. Ön kidobna 600 milliárdot az ablakon, mert abban a téveszmében van, hogy majd több pincér kell, mert csökkentjön a járulék. A valóság az, hogy amikor egyszer lecsökkentettük radikálisan a TB járulékokat, ugyanabban az évben több mint 130 ezer munkahely jött létre, és a következő esztendőben is több 10 ezer. Azt mondta elnök úr, hogy ne higgyenek nekem. Hát valóban ne nekem higgyenek, a TB nyilvántartásának. Én szerintem annak kell hinni. A TB nyilvántartása pedig, akkor fejből mondom a számot, 3.880.000 1998-ban a bejelentett alkalmazottak száma, 3.840.000 pedig 2002-ben. Hát én szerintem a matematika szabályai szerint, ha 3.840.000 az kisebb, mint a 3.880.000, feltéve, ha ezt a szabályt a Fidesz még meg nem változtatta, nem a számok barátja jön, azt mondta, hogy 10.000 vállalkozás szűnt meg 2005-ben. Lapozza már fel a statisztikai évkönyvet, 7-essel kezdődik a szám, 7-es 1000-rel, és tudja, ez évek óta nagyjából állandó 5 és 7.000 között van. Tudja, melyik évben szűnt meg a legtöbb vállalkozás Magyarországon? Elnök úr. 2001-ben akkor egy Orbán Viktor nevezető miniszterelnöke volt az országnak. A felszámolással és végelszámolással megszűnt vállalkozások együttesen, az más szám, mint amit az előtt mondtam, ez akkor meghaladta a 90 ezret, mostanra ez csak 80. Úgyhogy úgy látom, számokkal azért ön időnként hadilábon áll. De hát nem baj az, majd még lehet ezekben az ügyekben egy keveset tanulni. Köszönöm szépen. Az áramárát 10%-kal csökkenteni fogjuk, a kormánynak erre van joga. A kormány szabja meg a gyógyszerárát, a villanyárát, a gázárát és a közlekedés árát. Egy kiló kenyérért 2002-ben 21 percet kellett dolgozni, 26 percet kellett dolgozni, most 21-et. Akkor mikor jobb az élet? Egy liter benzinért akkor 37-et, most 27-et. 200 kilométer vasúti menetjegyért akkor 4 órát, most 3 óra 20 percet. Egy napi nyugdíjért az ön idejében 33 köbméter gázt lehetett venni, most 48-at. Önnél a gyógyszerárak éppen megduplázódtak, 100%-kal növekedtek. Ugye nem hiszi? Nálunk 25-tel. A villamosenergia díja önöknél 38%-kal növekedett. Hát ennyit a csökkentésről. Mi egy olyan kormányt akarunk, egy olyan államot, amely szolidáris a saját polgáraival, nem a monopoltőke oldalán áll, összefogva vele 5.-6. bört is lehúzza a magyarokról az indokolatlanul magas árakkal, hanem megvéd bennünket az indokolatlanul magas árakkal szemben. És a nyugdíjasok pedig számíthatnak, a 14. havi nyugdíjra létre fogjuk azt is hozni. Aki mond 14. havit, az mondott volna 13-at is, és sem ön, sem pártjának nem sikerült megszavaznia a 13. havi nyugdíjat. Mi több? Ön és kormánya arról híresült el, hogy még azt sem fizette ki a nyugdíjasoknak, ami járt volna. Azt mondta, hogy ezt ön nem kötelezi ez a törvény. Képzelj el! Nem csak hogy a szava, hanem már a törvény sem kötelező, elnök úr. Sőt, azzal próbált meg engem zavarba hozni a nyári vitánkon, hogy előhozott egy olyan táblát, amelyben még az az emelés is benne volt, amit már mi a 2002-es kormányváltás után tettük meg. Elnök úr, ilyet nem lehet csinálni. Elnök úr, tisztességesen kell ezeket a mérkőzéseket, ezeket a vitákat megvívni. Elnök úr, nincs ez rendjén. Nincs az rendjén, hogy azt mondja, hogy nem növekedtek a bérek. Hadd mondjak önnek összesen kettő számot. Egy pályakezdő tanárnak 61 ezer forint volt a garantált jövedelme 2002-ben, most 114 ezer forint. Egy 20 éve orvosnak 91 ezer volt, most 187. Megtehette volna ön is, elnök úr. Miért nem tette? Megígérte mind a kettőjüknek, ott van a Fidesz programjában 98-ban, hogy duplájára emeli a jövedelmüket. Ön már sokat ígért. Miért nem emelte fel a bért? Lírát mond, hogy majd fölemeljük. És nem tette meg. Beszélni én is tudok, de én megmutattam, hogy cselekedni is. Ön ez utóbbiban, minthogyha nem áll annyira jól. Jó vita volt, köszönöm szépen az elnök úrnak.